A Baranyai Top 100 gazdasági évzáron, ahol a megye legjobban teljesítő cégei kaptak elismerő okleveleket, előadást tartott a miniszterelnök főtanácsadója, a jegybank volt alelnöke is. Nagy Márton azt mondta, hazánkban idén 6% fölötti, jövőre 5-6%-os gazdasági növekedés várható. Ezzel nem lesz gond, azonban a hitelek felvételével lehetnek. A kamatok oldaláról, a finanszírozási költségek oldaláról az látszik, hogy a gyors infláció miatt a jegybankokat kamatemelésre kényszeríti. Ez egy szükséges dolog, a Magyar Jegybank is kamatokat emel, ez kell is, de ez megdrágítja a finanszírozási költséget, és egyre nehezebb lesz hitelhez jutni. Ebben azért különbséget tennék egy nagyvállalat és egy KKV, egy kis középvállalat között. Maga a KKV-knak azért a magyar iparkamara is, a kormánya, a közreműködő olyan kedvezményes hitelkonstrukciót kell adni, ami egy ilyen magasabb kamat környezetben is segíthet abban, hogy túljussanak ezen a nehéz helyzeten. Illetve finanszírozni tudják a digitalizációt, valamint a hatékonyságukat is növelhetik. A főtanácsadó szerint az a cég vagy vállalkozás, amelyik nem lesz jelen a digitális térben, olyan hátrányba kerül, ami a létét veszélyezteti. A kis és középvállalkozásoknak a Széchenyi Kártya program segíthet, ahol a kamattámogatás miatt kedvező hitelekhez juthatnak.